Mindig benne volt az én életemben a tanítói pálya, ezért nem volt kérdéses, hogy a gimnázium után az akkor induló szekszárdi tanítóképzőbe jelentkezzem, ahova fel is vettek, és elkezdtem tanulmányaimat tanító rajznépművelés szakon. 1982-ben végeztem, és ugyanebben az évben el is kezdtem dolgozni itt a Mözsi Általános Iskolában. Az iskolának a neve és a jogállása az tulajdonképpen az én 40 évem alatt talán 5-ször változott, de én mindig ugyanebben az iskolában és ugyanebben az épületben tanítottam. Itt kezdtem és itt is fejezem be pályámat. Az volt a fő célom mindig is, hogy a mindennapi életben megjelenő oktatási nevelési problémákat megoldjam. Ahhoz viszont mindig fejlődni kellett, hiszen a tanulók változtak, az életünk körülöttünk változott, ezért változtatni kellett. Nagyon sok továbbképzésen vettem részt, amelyek segítettek abban, hogy megoldjam a problémákat. Számomra a pedagógus pálya a kihívást jelentette. A kihívás az tulajdonképpen a legnehezebb, és egyben a legszebb része is a pedagógus pályának, úgy gondolom. A kihívás, amikor arra kell figyelni, hogy a tanulók oktatása, nevelése során meg tudjam oldani a problémákat, és a kihívás a saját részemről, hogy ezt hogyan, honnan szerzem elő azt a tudást, amivel valóban megoldom a helyzeteket. Hogy milyen pedagógus voltam, azt sokszor feltettem magamnak a 40 év során, hogy jó tanító vagyok-e. És ilyenkor nagyon sokszor eszembe jutott egy középiskolai tanáromnak a mondata. Még a felvételi előtt történt, hogy mindenkitől megkérdezte, hogy mit szeretne lenni és hova fog felvételizni. És amikor én megemlítettem, hogy a szekszárdi tanítóképzőbe, zárójelben megjegyezném, hogy nem szerettem volna távolabb menni, mert a szerelem már ide kötött. Tehát amikor megjegyeztem, hogy a szekszárdi tanítóképzőbe, akkor ő elgondolkodott egy pillanatra, és utána azt mondta, hogy hát ha nem lesz tanár, akkor jó tanítónak is kell lenni. És ez nagyon sokszor az eszembe ötlött, amikor ott álltam a nehézségekkel szemben, ott álltam, hogy azt gondoltam, hogy tehetetlen vagyok, és nem tudom megoldani a feladatot, és hogy nekem most mindent meg kell tennem azért, hogy sikerüljön, és azt gondolom, hogy megtettem mindent. Talán sikerült, és azt gondolom, hogy ez a díj, amit most, ez az elismerés, amit most kaptam, ez az elismerés a jó példája annak, hogy valóban talán jó tanító voltam.